Szeretettel üdvözöllek benneteket, én Lapis Tibor vagyok. Ma én voltam a Sikernapnak az egyik előadója, és hihetetlen büszke vagyok rá, hogy ezzel a céggel dolgozhatom 12 éve. Én Salgótarjánban élek, Magyarországnak egy olyan megyéje, ahol nem arról híres ez a megye, hogy a gazdaság dübörög és pénze lenne az embereknek, hanem inkább arról híres, hogy rengeteg a kihívás. Nagy a munkanélküliség, minden embernek van hitele. De mi ma a feleségemmel együtt szerencsésnek érezzük magunkat, hogy 12 évvel ezelőtt megtalált az a lehetőség, és üzletépítőként, termékfogyasztóként dolgozhatunk ezzel a céggel. És mindenkinek ma azt üzentük az előadásunkkal, hogy higgyenek magukba, hogy fogadják el azt a segítséget, amit kapnak a szponzoroktól, mert azért keresték meg őket, hogy felajánlják ezt a lehetőséget, aminek köszönhetően egy egészségesebb, egy boldogabb jövőt tud bárki megteremteni. Természetesen ezek nem csak nagy szavak, ezekben nagyon-nagyon sok a tartalom. Sikert elérni bárki el tud, a sportban láthatjátok, a gazdasági életben, de mindennek vannak részletei, minden összetevődik valamiből. Ezek az alázat, a kitartás, a szorgalom, a hit, az önbizalom. Ezek ugyanígy ennek a vállalkozásnak is részei, és amit itt megkapsz, az a segítség. Az a szponzor, az a vezető, aki hisz benned és minden támogatást megad. Így voltunk mi ezzel 12 évvel ezelőtt, ma is élvezzük ezt a támogatást. A Forever Living családja egy óriási család, 165 országban van jelen. Itt Magyarországon nem ismerek ma jobb lehetőséget, nem ismerek ma jobb eszközt arra, hogy egy átlagembernek egy átlagon felüli élete legyen. És ez mind az anyagi rész, ez mind az erkölcsi rész, ez mind a mentális fejlődés. Nekem van egy gyönyörű lányom, 13 éves, aki élsportoló, és nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan apaként élhetek mellette, akire ő is büszke, de én is büszke vagyok a gyerekemre. Finanszírozhatok egy olyan drága sportot, amire lehet, hogy nem lenne lehetőségem alkalmazotti jogviszonyból élő, kereső embernek. Ma már azt tudom mondani, hogy ő is szabad ember, és úgy gondolkozik a jövőre, hogy bármit el tud érni. Ez annak köszönhető, hogy 12 év alatt rengeteg könyvet elolvastunk, rengeteg előadást hallgattunk meg, és rengeteg olyan sikeres emberrel volt alkalmunk beszélni a Forevernek köszönhetően és a Foreveres vezetőknek köszönhetően, akik elmondták mindannyian, mindenki ugyanarról beszélt, hogy a siker az rajtad múlik. A siker az az alázat, a hit, a magabiztosság és az, hogy van-e szorgalmad. Nincs ma jobb lehetőség, azt mondom, fogadjátok el és ragadjátok meg ezt a lehetőséget, és gyertek el a következő rendezvényre. Vagy egy gyémántképzésre, vagy egy sikernapra, vagy egy regionális rendezvényre. Lazítsatok ezen az előadáson, adjátok át az érzésnek magatokat, és figyeljétek, hogy mit mondanak az előadók. Mert lehet, hogy egyszer az lesz a te napod, amikor ott ülsz, és akkor változik meg az életed. Sok siker, you can do it! Üdvözlök mindenkit, engem Zahár Zsoltnak hívnak, senior manager vagyok. Tartottunk egy nagyon jó előadást. Arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a hit, mennyire fontos a szeretet. És ezt összefoglalva egy picit, mi ezt fontosnak tartjuk, azért gondoljuk, hogy nagyon nagy üzletet tudunk építeni, és az eredményünk is azt bizonyítják, hogy ez valóban így van, mert egyszerűen, hogyha hiszel magadban, ha hiszünk magunkban, akkor nincs olyan dolog, nincs olyan akadályunk, nem lehetne legyűrni. Nincs olyan kihívás az életedben, amikor padlóra kerülsz, amikor nem látsz kiutat, hogy ne tudnál hinni magadban. Mert ha magadban hiszel, akkor tökéletesen tudsz előre menni. Ez lehet, hogy nehéz, amikor gyűröd, hajtasz, haladsz, nem tudsz előre menni, mégis hinni magadban, hogy higgy magadban. Csak úgy tudsz magadban hinni, hogyha hiszel magadban. Lehet, hogy ez így furcsa. De mi annak köszönhetjük, hogy mi itt tartunk, annak köszönhetjük, hogy megyünk előre, és óriási álmaink vannak, és óriási céljaink vannak, és miénk a világ, mert mi ezt elhisszük. Mi tudjuk magunkról, hogy óriási tudunk alakítani, tudjuk, hogy egy olyan szerves részei tudunk lenni a Forevernek, ami sokat hozzátesz ehhez az üzlethez, ehhez a Forever világhoz, a Forever Magyarországhoz. Nagyon köszönjük, hogy egyébként itt lehetünk, és azon múlik, hogy mennyire tudjuk ezt összerakni. Nekünk is volt rengeteg kihívásunk az életben, de mindig tudtunk magunkban hinni. Mindig el tudtuk azt fogadni, hogy ránk több vár. Valamiért ez úgy alakult, hogy ez most egy tanulásnak kell, hogy legyen. Ezek azért jöttek, ezek a feladatok, hogy megerősítsenek minket, hogy többet tudjunk létrehozni, hogy nagyobbak vagyunk ettől. És én úgy gondolom, hogy ez fog előre vinni mindannyiunkat. Köszönöm, sziasztok! Sziasztok, én Zahár Szűcs Izabel vagyok, és férjem Zahár Zsolt. Szponzoraink Budai Tamás és Budai Schwarz Éva. Mi arról beszéltünk itt a Sikernapon legfőképpen, hogy hogyan kezdtük el ezt a senior üzletet, hogyan építettük föl, milyen kihívásaink voltak, és hogy a kihívások alatt miket tanultunk meg,
és mennyiben változtunk, és mi az, amit hálásan köszönünk az FLP-nek, az üzletépítésnek, a felső vonalunknak, a szponzorainknak, és arról beszéltünk, hogy ha most neked valamilyen problémád van, ne ijedjél meg, gyere el, legyél nyitott, hallgass meg ezeket az előadásokat, és meg fogod oldani az életedet, hogyha kész vagy a változásra. Sziasztok, Kisné Szalai Erzsébet vagyok. 2007. januárban csatlakoztam a Forever vállalkozáshoz, jelenleg igazgatói szinten vagyok. 2007-ben a fiunk egészségügyi problémája miatt kezdtünk el a Forever-rel foglalkozni. Kipróbáltuk a termékeket, mert egy másfél-két éve meglévő középfű gyulladása volt, amit szerettünk volna kezelni, vagy immár rendbehozni ilyen hosszabb idő után. Nagyon jó tapasztalatunk volt, és azt gondoltam, hogy ha ezzel tudok másoknak segíteni, és a hasznukra válik a termék, és ezért még a cég fizet is, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon klassz dolog. 2007-ben lettünk meg szupervájzorok ősszel, 2009-ben igazgatóhelyettesek, és 2013-ban pedig igazgatók. Sokat gondolkoztam azon, hogy lehet, hogyha egy picit nagyobbak a gyermekeink, mert mikor találkoztunk a Forever-rel, akkor 2, 5 és 7 évesek voltak. Tehát ha egy kicsit nagyobb korúak lettek volna, akkor lehet, hogy könnyebb lett volna a logisztika a családban és a megszervezése a gyerekek programjainak és a Forever-ös munkának. Viszont azt gondolom, hogy így nőttek bele egy olyan gondolkodásmódba igazán, amit a Forever képvisel. Én nagyon szeretem ebben az üzletben, hogy maximálisan segíti a személyiségfejlődést, és hozzátesz ahhoz, hogy jobb emberek legyünk. Nem csak ahhoz, hogy az üzletben legyünk jobbak, hanem ahhoz is, hogy emberként az életünk többi területén is nagyon klasszul tudjunk működni. Én azt gondolom, hogy érdemes ezt kivenni a Forever-ből. A gyerekeknek egy egész másfajta szemléletet tudunk adni, mint amit az iskola, a mai iskolarendszer képvisel nekik, és ez azt gondolom, hogy nagyon sokat hozzá tud tenni az ő későbbi sikereikhez, bármilyen területen is folytatják. Szerettem volna azt közvetíteni a mondataimmal, hogy a családot és a gyerekeket lehet körülményként, tehát a család és a gyerekek alkotta környezetet lehet kifogásként és lehet okként is használni a Forever-ös munkánkban. Az nem mindegy, hogy az ember ebben hogyan gondolkozik. Ha kifogás, akkor találtál egy okot, hogy miért ne csináld az üzletet. Ellenben, ha ok, akkor viszont segíti a munkánkat, mert a gyerekektől rengeteget lehet tanulni. Rengeteget lehet tanulni kitartást, célkitűzést, őszintességet, sok olyan dolgot, amiben itt a Forever-ös munkánkban nagyon nagy hasznunkra válik. Én azt kívánom, hogy használjátok ezt a tudást, hozzátok el a gyerekeket is a rendezvényre, és legyetek sikeresek a Forever vállalkozásban. Ez a mai előadásom arról szólt, hogy milyen életúton mentem én végig, amióta itt vagyok az FLP-nél. Az én életutam 2002. szeptemberében indult, és egészségért jöttem, tehát nagyon súlyos egészségügyi problémáim voltak. Én nekem nem volt kezelhető a vérnyomásom, és úgy gondolták, hogy megpróbálnak segíteni úgy, hogy gyógyszer mellett ezt elkezdem fogyasztani. 6 hét múlva látványos javulás lett az egészségemben, és ezért elkezdtem hálózatot építeni. A hálózatépítésnek az lett az eredménye, hogy 3 hónap múlva 25 pontos szinten voltunk, ami nagyon fontos volt számunkra, ugyanis a kettőnk nyugdíja sokkal kevesebb volt, mint az akkori keresetünk, és rájöttünk arra, hogy ha embereken segítünk, akkor az emberek segítségével rengeteg olyan dolgot tudunk megvalósítani, amiről csak álmodtunk. Az álmaink között voltak olyan dolgok például, hogy segíteni a gyerekeken, az unokákon, 6 unokánk van. Olyan, hogy szeretnénk több embernek megmutatni a lehetőséget, hogy lehet egészségesebben és jobban élni. Mert mi ezt az életminőséget megtapasztaljuk a Foreverrel, és én ezt szeretném, hogyha mindenki tudna róla, hogy ez így van. Nyíregyházi nagy csapathoz tartozunk. A párommal együtt nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy látványos javulás legyen más emberek életében is. A nyíregyházi nagycsapatnál rengeteget tanulunk, rengeteget fejlődtünk, mert minden, amink van, amit tudunk, ez mind-mind a nyíregyházi nagycsapatnak köszönhető, dr. Bagoly Ibolyának és Csuka György Soaring menedzsereknek. Nem szeretném még kifelejteni dr. Csisszú Attila senior menedzser sem, aki rengeteget segít most a csapatunknak, ugyanis most van ívelésbe a csapatunk, rövidesen gépkocsi ösztönzővel jelentkezünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy ezen a sikernapon
szót kaphattam. Forever gyermekei címmel tartottam előadást. Nagyon döbbenetes volt az a információ halmaz, amit az előadás fölkészülése előtt elolvastam. Magyarország lélekszáma folyamatosan fogy és csökken, drámai mértékben, és azt látjuk, hogy a megoldás a kezünkben van. 2008-ban bekövetkezett az a pillanat, amikor 10 millió alá csökkent a magyar lélekszám. Átgondolva mindez, mi lehet ennek az oka, természetesen vannak társadalmi hatásai, családi vonzata van, és legfőképpen az, hogy az életünk változott meg. Nagy kihívás ma egészségesnek maradni és egészségesen szülni időben akkor, amikor a biológia érettség a legteljesebben kiteljesül egy nő életében. Problémát jelent az is, hogy a házasságok, párkapcsolatok legalább 15%-ában nem érkezik meg a gyermek áldás. Ugyanakkor minden ember számára, minden pár számára az élet legnagyobb áldása a gyermek. Azt hiszem, életmódváltozást kell előtte tenni, hiszen az élet nem a fogantatás pillanatában indul el, hanem sokkal korábban. Mi ebben tudunk tanácsokat adni, ez a mi hivatásunk, ez a mi küldetésünk, hogy hogyan lehetne ezen a hatáson javítani. A táplálék kiegészítők piacán a Forever Living Products termékei az élvonalat képviselik. Olyan minőségben és olyan tisztán, hogy látjuk az eredményességét. Ezeknek az alkalmazása során az emberi szervezet a lehető legjobb pozícióba tud kerülni, önmagát képes még jobb állapotba hozni, ha megfelelő aminosavak, vitaminok, nyomelemek benne vannak az ételünkben, és nekünk van egy csodálatos aloe veránk. Azzal foglalkoztam, hogy ezek a népesedési mutatók vajon hogy javulhatnak? Mi szerepünk ebben? Egyértelműen látszik, hogy a szervezetünknek a megfelelő táplálásával, megfelelő egészséges lélekkel együtt használva eredményesség kétségtelenül alakul. Az elmúlt 16 év gyakorlata ezt mutatja, 16 éve vagyok foreveres, és 15 éve főállásom ez. Nekem ez küldetés. Érzelmileg is nagyon kötődtem a témához, hiszen most várjuk első unokánkat. Dóra leányunk, aki egy világhírű fuvola művész, Malmöben fogja világra hozni az első gyermekét, és az a kis pocak lakó most 36 hetes. Izgulunk, hogy minden rendben legyen, egyelőre minden normálisan működik. A feladatunk az, hogy minden családban ez így működjék. Akkor is, amikor nehezen várható az a baba. Akkor is, amikor nehéz gondolni arra, hiszen nincs elég pénz az asztalon. Miből tudjam előteremteni ezt az egzisztenciát, aminek eredményeképpen majd a gyermekemet meg fogom szülni. Minden kitolódik időben. Nem 25-30 éves korban, hanem 35-40 éves korban is előfordul, hogy valaki babát szeretne. Először feláldozunk mindent, aztán meg kapkodunk utána, hogy ez létrejöhessen. Ez egy forrongó állapot, és ebben az egész helyzetben mi foraveresek a termékeinkkel, az életfelfogásunkkal és filozófiánkkal óriási tudunk tenni annak érdekében, hogy ezek a szomorú mutatók, amikről beszéltem az elején, egyes jóslatok szerint 2060-ra a magyarság lakossága itt a Kárpát-medencében akár 7,5 millióra is csökkenhet. Nyilván, hogy tudatosan ennek ellenére kell tennünk. Meg kell találnunk azt a megoldást, amivel ezek a számok újra a 10 millió fölé emelkedhetnek. Ez egy küldetés, mi ezért tesszük a dolgunkat.